mindenki iskolája hirdeti a katedra nyelvi iskola standja. Mellettem Simon Andrea az iskola vezetője, valóban mindenki iskolája a nyelviskola? Így van, minden generáció számára tudunk kínálni nyelvtanfolyamokat, a piaci igényekhez alkalmazkodva, hiszen most jelenleg a középiskolások miatt vagyunk elsősorban itt, de a nyelvtanulási piac nem csak őket érinti, hanem nagyon-nagyon széles skálán mozog, egészen a nyugdíjkorosztályig kínálunk mi is nyelvtanfolyamokat, és igény is van erre, hiszen a munkaerőpiacon máshogy már nem állja meg a helyét egy munkavállaló. Tehát nem csak a nyelvvizsga, ami nagyon fontos, hanem maga a nyelvtudás is, a használható nyelvtudás. Ha valaki felsőoktatási intézménybe készül, azért készülhet arra, hogy a nyelvtudás nélkül nem fog előrébb jutni. Ebben milyen segítséget tudnak adni? Így van, ugye Magyarországon most futott a diplomamentő program, ami nagy segítség volt azoknak, akik egyébként igyekeztek a felsőoktatási éveik alatt megszerezni a nyelvvizsgát, és ez nem sikerült, valamiért bent ragadt a diplomájuk. Nekik is kínáltunk a program keretében is tanfolyamokat, azon túl is egyébként, tehát most is futnak olyan képzések, ahol gyorsított tempóban próbálunk segíteni azoknak, akik emiatt nem kapták meg a diplomájukat. Ugyan a felvételihez már nem kritérium a nyelvvizsgának a megléte, viszont nagyon erősen javasoljuk a középiskolásoknak, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a felkészülést, hiszen ez egy állandó tanulási folyamat, nem lehet egyik pillanatra a másikra egy nyelvet úgy elsajátítani, hogy azt középfokon beszéljük, és még a nyelvvizsgát is megszerezzük belőle. Ezért is vagyunk most itt, népszerűsíteni szeretnénk a Magyarország első és egyetlen digitális nyelvvizsgáját, ami Tolna megyében egyedül a katedra nyelviskolában tehető le. Ez kimondottan az ő generációjuknak készült ez a nyelvvizsga. Teljesen digitális, mint mondtam, olyan előnyei vannak egy hagyományos nyelvvizsgához képest, mint például a szóbelin is használható a digitális szótár, tehát az akadémiai kiadó szótárját folyamatosan minden vizsgarésznél és feladatnál tudják használni a vizsgázók. Ezen kívül a saját tempójukban tudják meghallgatni a hallásértés feladatokat, és hát egy teljesen korszerű modern vizsgáról beszélünk, ahol az írás már nem játszik szerepet, tehát a olvashatatlan írás miatt egyetlen egy pontot sem fog veszíteni a nyelvvizsga során. És ami a legfontosabb talán, hogy 8 napon belül eredményközlés van, tehát a vizsgától számított 8. napon megvan az eredménye, és majdnem minden héten szervezünk vizsgát, tehát nem évi 2-3 alkalommal, hanem szinte minden héten tud jönni vizsgázni. Ez lesz a jövő, a vizsgamódszere? Abszolút, abszolút. Szerveztünk felkészítő tanároknak, pedagógusoknak workshopokat, és hatalmas az érdeklődésre. A megye összes középiskolájából itt voltak a pedagógusok, mert az igény az ettől a generációtól érkezik, hogy nagyon-nagyon szükségszerű volt már egy ilyen nyelvvizsgának a kifejlesztése. Az érdeklődésen túl a sikerek is azt mutatják, hogy sokkal-sokkal inkább szeretnek így vizsgázni ebben a formában a diákok, mint a hagyományos írásbeli nyelvvizsgákon. Leteszi a stresszt? Így van, így van. Számomra ez elképzelhetetlen volt, én sem ahhoz a generációhoz tartozom, akik így vizsgáztak, nekem is hagyományos nyelvvizsgáim vannak még, de egy szóbelin például látjuk, hogy a vizsgabizottság előtt is stressz, az megszűnik. Itt ugye nincs vizsgabizottság, itt ül a számítógép előtt, egy fülessel a fülén a vizsgázó, és teljesen, mint egy kávéházi hangulatban úgy mond, a saját tempójában beszél, a saját hangerejével, senki nem szól közbe, és hát sikeresek a vizsgák, ami elég eredményt mutat.